Kiskunban és a Mindennapok Akadémiája sorozat mai vendégét szeretném bemutatni. Tisztelettel köszöntjük Görög Ibolya protokoll szakértőt, írót és előadót. Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassam. Görög Ibolya protokoll szakértő, író, előadó. 1987 és 99 között a miniszterelnöki hivatal protokollfőnöke. 98-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki tanulmányok. A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán, majd ezt követően az Információs Rendszer Szervezési Intézetnél Moszkvában szerzett diplomát. Pályája 78-tól Moszkvában dolgozott a Nemzetközi Tudományos Műszaki Információs Központban. Onnan a Külkereskedelmi Minisztériumba került, majd a Minisztertanács titkársága protokollfőosztályvezetője lett. Később felnőtt oktatásban dolgozik és rendszeres kurzusokat vezet a Budapesti Tudományos Egyetemen. A Szegedi Tudomány Egyetem és az Egri Eszterházy Károly Egyetem címzetes egyetemi docense. Folyamatosan tartja előadásait az egész országban, de Erdélybe, Szlovákiába és Oroszországba is többször meghívták. Évek óta népszerű előadásai országszerte teltházakat vonzanak. Dolgozik folyamatosan, cégek, intézmények kérik a tanácsait. Mindemellett könyveket ír és aktív minden területen. Díjai, elismerései közül a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli újságírója és közéleti díj. Könyvei: Protokoll az életem, Mindennapi maceráink, A nyilvánosság kelepcéi, Viselkedéskultúra, Tanácsoskönyv, Új kalamajkák, Wellness illendően, Viselkedéskultúra és egy kis protokoll, Protokoll az életem, második újabb kiadás, Summa summarum, Európai eság, hitelesség, protokoll. Most pedig hallgassák meg szeretettel a Mindennap és Online protokoll címben hozott előadását. Hát nagyon szépen köszönöm a ismételt meghívást. Nagyon kell az, hogy amikor valamit csinálunk, azt jól csináljuk és hitelesen csináljuk, és ehhez nagyon kell az, hogy a hétköznapjainkban is, meg a munkahelyünkön is, hogy aki még dolgozik, a hitelesek maradjunk abban a szerepben. Tehát azt elhiggyék rólunk, amit éppen csinálunk, és ehhez kell az európaiság. Az európaiság az, ami belénk épül, több száz éve rakódik, és az is tudja, aki nem tudja. Akkor állunk a szatyrokkal a buszon. Nem tudom, ez egy ilyen női metamorfózis. Szatyrokkal megyünk mindig haza, hova lesz, nem tudom. A gyerek meg ott ül, néz kifelé, lehajtja a fejét és elvörösödik, de nem adja át a helyét. De mivel elvörösödött, van remény az Európai Unióra. És itt jegyzem meg, hogy ez egy nagyon kétoldalú dolog, bár akkor a savanyú öreg asszony, mondom én, hogy mert nem adta át a helyét. Hát mondom, akkor mondd azt, hogy ne haragudjon, fiatalember, annyira fáj a lábam, átadna a helyét, és akkor átadja. Tehát oda-vissza működik. Nos, az amerikai ságot azt már múltkor is gyaláztam egy kicsinkét. Persze az egész világot elöntötte, meg sok mindenben nagyon jó, kivéve ezt a rágógumi dolgot. Ugye Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével, mert ikesige. De az európai ság az nem is, mert azt mondja mindenkinek ez a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj, gyerekem. Ő meg a rágóval a szájába, és akihez beszélnek, annak se illik enni. Hát amikor úgy megyek mondjuk egy céghez, hogy körbeülnek a cég dolgozói, és asztalokon ki van téve pogácsa. Azzal kezdem, hogy gyorsan vigyük a hátsó asztalhoz, mert ott közben nekem nehogy elkezdjenek enni, mert elsírom magam. Hát miért én beszélek, ők megesznek. Hát meg ma volt nálam egy tévéstám, szétszed a média, na mindegy. Az RTL klubból volt a riporternő, meg a nagyon fiatal, jóvágású, fiatal, szimpatikus operatőr, és éreztem, hogy elment mellettem, hogy ilyen mentolos cukorka illata van. És mondom neki, amikor már mennek el, hogy remélem a torka is hamar meggyógyul. Azt mondja, hogy nem fáj a torka. Hát mondom, szopogatós cukorka. Azt mondom, nem, rágóztam. Mondom, nem, nem, maga szopogatós cukorkát evett, nem mondja azt, hogy rágóztam. Úgyhogy jót nevetett. Na, a viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van. A grófiknál még éjszaka is. Ezt minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja, hogy azon belül hogy kell kommunikálni. Európaiság, ahol megyek, ott alkalmazkodom, a helyi szokásokat tisztelem. Éppen most nemrégen került szóba, hogy a
ha elmegy valaki vendégségbe karácsonykor, és nem vallásos, de a helyiek éneklik a mennyből az angyalt. Hát mondom, akkor álljon ott, mosolyogva nézze a fát, meg a mennyből az angyal szerintem nem is vallásos ének, az szerintem az egy teljesen hétköznapi karácsonyi dal. Tehát elfogadom azt, ahova megyek. Vagy ha elmegy az ember külföldön egy, mit tudom én, egy iszlám szent helyre, akkor nyilván betakarja a vállát, fiúk fütesznek egy sapkát, leveszük a cipőnket, tehát alkalmazkodunk a helyi szokásokhoz. A etikett az a nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális, hétköznapi etikett nincsen, bele lehetne pusztulni. Ahogy szoktam mondani, esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak meg viselkedés kultúrája. Hát egy darabig. A protokoll meg számomra azért fontos, nem csak mert több mint 12 év, 2 hónap, 12 napig csináltam, megjegyzem, ez alatt 7 miniszterelnököm volt. Nagy volt a fluktuáció akkor ebben a tekintetben. Hanem azért is, mert ez nagyon-nagyon leméretődünk ezen. Az egész világon a protokollt egyformán be kell tartani. Ott nincs kiút. Vagy valaki valamit nem tart be, annak is jelentése van. Mit tudom, hogy két ország nagykövete nem fog egymással kezet, akkor a két ország háborús állapotban van, tehát egész világon jelzésértékkel bír, és nálunk itthon hétköznapra lebontva az állami jelképek használata. Ettől én megbolondulok. Hát az törvény szabályozza. A piros-fehér-zöldet meg erkölcsi védelem illeti meg, az nem érhet le a földre. És amikor szalagátvágás van, ugye medence hosszában van a szalag, mert annélkül már sehova szalagátvágás, az nagyon kell. És állnak ott a 72-en, hogy darabot már levágok, már én is már darabot, már adjam már kis. Hát mit csinál vele? Nem tudom. A szalag vége meg leesik. Szalagátvágásnál első teendő, ugye a végén rászervezem a két hosszú szőkelábút, aki elkapja azt a szalagvéget, az nem eshet le a földre. Meg a zászlók kihelyezése. Nagyon sok felé, hál' Istennek, sok felé hívnak, és rengeteg felé nézek, látok mindent, és ez egyből kiszúrom, ha rosszul van kitéve. Azt tudja mindenki, hogy a protokollban a jobbom a főhelyem, jobb oldalamra veszem, jobbom a főhelyem, tehát a magyar zászló jobbjára kell kitenni a másikat. És nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, így jövök ki a falból, és nekem a jobbom jön ki a másik. Mert hogyha az EU zászlónak a jobbján van a magyar, akkor Brüsszelben van egy magyar miniszter, tehát mást jelent. Hát ezt sokan nem tudják. Ezt meg azért szeretem megmutatni, mert itt, ha ezt megnézik konkrétan, ez egy mexikói zászló. Hogy aki ezt így fölhúzta, nem nézte meg, hogy mit húztam föl gyerekek, nem? Hogy ha már csináljam, én ne csinálja jól. Hát ehhez én meg már nem mondok semmit, ez így szép, ahogy van. Szóval maradjunk ennyibe, hogy ez így szép, ahogy van. Nos, de visszatérve a mi témánkhoz, ugye a mindennapi életünkhöz, a régiek emlékeznek, akik már engem hallottak, hogy mennyire fontos dolog a pozitív az kifejezés. Hiszen én bárkivel bármikor kommunikációba kezdek, azért kezdek el vele beszélni, hogy meggyőzzem, rábeszéljem, és ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Ott van a két hentes, egyik ilyen keskeny csípejű, szügyi kigombolt, a másik egy kövér pirosorú bácsi, hát női gyengeség, még én is. Hát a keskeny csipőjénnél kezdtem, hogy friss ma a karaj? Friss. Az a piros orrú bácsi, hogy szép asszony csokolom, nézem már meg ezt a karajt, reggel ez még röfögött csokolom. Hát melyiktől vesszük meg, nem? Ezzel az a baj, ez, ne, az a divat most olyan érdekes arca van, ilyen megcsinált szel, ilyen... Hát én nem tudom, vagy ez az ilyen... Jaj, de fáj a fejem. Mit csinálunk? Adunk egy gyógyszer tovább. Jaj, de fáradt vagyok. Hát menjél haza. Az emberiség egyik fele nem az, hogy dajkálja a másikat. Így nem lehet megnyerni ez a panaszkodással. Az ember menekül, mint az őrült. Tehát pozitív arc, ez meg ugye nem jön magától, és ezt otthon kell elérni, és nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van. Ez nem önt egy ilyen földön túli örömmel bennünket, de akkor is szerda van. Na most, aki már elmúlt 40, az már nagyjából sejti, hogy az életünk az nem évekből, hanem napokból van. És az ember, ahogy öregszik, úgy inkább rájön arra, hogy napokból van. Minden napot meg kell nyerni. És így nem lehet így. Mert akkor minden nap szerda lesz, hanem hogy ezt meg kell. Na most,
És ez igaz otthon is, amikor ilyen home office, otthon dolgozás, otthon. Sokan mondták, amikor a pandémia volt, hogy a home office-ban, hogy úgy szétesik a napjuk. Nem marad idő semmire. Hát mondom, azért, mert engeded. Ez nem égi áldás vagy átok, hanem ezt meg kell szervezni, ugyanúgy föl kell kelni, lezuhanyozni, fölöltözni, ugyanúgy kell élni, beosztani, hogy most ettedük dolgozom, utána ezután. Tehát szervezni kell az életünket, mert különben tényleg szétcsörök. Nem lehet reggel pizsamába, hogy nem tudom már, mi lesz ma a munka, ma. Hát akkor az napod el van veszve, tehát ugyanúgy neki kell készülni. Pláne, hogyha valaki videókapcsolatban dolgozik, akár ugye home office, vagy online konferencia, vagy bármilyen dolognál, nagyon kell tudni, ez a fős, amit engem lát a képernyőn, annak a tanult ember jelzésnek kell lenni, emlékszik, erről már beszéltem. Tehát ez például egy remek példa arra, hogy ez vagy ügyvéd, vagy bróker, tehát egy tanult ember, hát egyébként meg szóval nem látszik. Tehát hozzá kell öltözni, és rá kell készülni. Tehát ezt meg tudjuk csinálni, újra elmondom a csodaszereket, kezdjük a nőkkel. Hát nyilván zuhanyozás, dezodor, hát higiénáról hagyd ne beszéljek, büdös ember az EU-ban nem kap vízumot. Utána nekünk lányok a csodaszert az úgy hívják, hogy krémpuder. Aki nem szeret sminkelni, ne sminkeljen. De amikor szak ilyen karikás, mint én reggel 6-kor benézek a tükörbe, hát ez az. Ugye, hát most ebből kell valamit kihozni. Az ember szép vékonyan fölkeni. Kisimul az arc, szemöldök. Az a fiúknak is kell, emlékeznek ez a brezsnyeves, meg a verebes szemöldök, hogy miért kell a szemöldök, mert mihelyt én a munkámat végzem, abban a percben nem a férfi a győztes, és nem a nő, hanem a tanult ember. Az meg hol jön ki a homlokon? Hát nekem gyengéim a kopaszodó férfiak, ugye az ész helye. Hát mikor egyik-másik képviselőnk úgy befésül, és akkor ilyen keressük Petőfit. Vagy amikor karikaturál látunk szőkenőt, de most a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. De bezuhan a haja, hajamban nagyam is. Tehát minél inkább a homlok. Férfiak csodaszerűen, a férfiak se úgy ébrednek, mint a friss hamvas őszipat. Egész ezek a interneteztek, vagy csapatépítés volt, ugye. Egy friss fejmosás, egy másfajta aftershave, és a tanult ember szerepben egy férfinek. Nagyon sokan nem szeretik, amikor elmondom, de én akkor is elmondom, minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet lássam, hogy az ápolja. Ugyanis van az a műborosta, ami csak úgy nől. Ez a latin szerető. Ez a banderász, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostásat meglátok, keresem ugye az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Hát meg eleink, hát már őket látjuk 30 éve. És a férfiak, ahogy híznak, ez Kállai Ferenc színművészünk mondta, hogy a férfiak, ahogy híznak, fejre, öregszenek, fejre híznak, és ilyen kamacska fejük lesz, és hogy bekamacskásodik, hogy ne látszódjék, ráengedik, hát ha majd a borostátú nem látszik. Ez a kopaszodó ősz meg így jön ki, mint a zabácalonna. Szóval, tehát azt lássam, hogy lehet ez a persze rengeteget, de azt lássam, hogy az meg van dolgozva, nem szőrösödik le. Egyenes derék borzasztóan fontos. Egyenes derék nem lehet más. Mihelyt hajlik a gerincünk, fárad. Így pihen, így már feszül. Meg azért is jó, hogyha jön mondjuk az a férfi, hogy asszonyom, a szeme színe. Köszönöm. De a haja színe. Köszönöm. És van, aki neki megy harmadszor is, vagy az IQ-ja van 95 alatt, vagy már ugye fáradt. Ha neki megyek, az a harmadik, hogy megkérhetem? Ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Egyenes derék megemelt, hát az a másik arcunk. És akkor már megérti. Na, az ábra első lényeg ez a fél méteres intim zónak, urak, ebben nem szeretjük, ha valaki belejön. Amikor valaki úgy áll meg, hogy mit is? Ugye rosszul vagyunk. Vagy valaki közelebb áll, akkor meg hátrálunk. Ő meg jön utánam, ugyanis vagy szemhibás, vagy olyan kultúrából jön, hogy erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol ez szokás, tehát ne hátráljunk, hanem rosszabb esetben egy ilyen félfordulat, de ami a csúcs szuper, ha van nálunk valamilyen tárgy, és akkor innen számítja.
Most ebből hogy lesz találkozás? Mindenkinek elsőre találkozás, na a kézfogás jut eszébe. Pedig nem az az első. Az első az a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Rá kell nézni. Ugye néz rám, ha beszélek hozzá, hányszor mondta anyukám. Tehát rá kell nézni. És hogy a pandémiában is maszkban lehet kommunikálni, napszemüvegben meg nem, mert rá kell nézni, bólintani, és megvan a kapcsolat, szemkontaktus. Meg ezt gyakran mondom, éppen most voltam nemrégen egészségügyi, múlt héten egy egészségügyi intézményben, hogy mikor a váróteremben ott ülünk, és az orvost várjuk, és bevárjuk. Ha bejön az orvos, akkor nem megy be a szobájába, hanem kis türelme kérek, jó napot kívánok, azonnapi, szóljon hozzánk, nézzen ránk, és akkor már az ember nem ül ott, mint a tök. Tehát a szemkontaktus. Meg ez például, ez egy nagyon jó példa, kevesen érzékelik. Ők itt állnak egymással szemben, beszélgetnek. Odalépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok, akkor tovább kell menni. Meg kell várni, míg rám nyit. Tehát ez menj innen arrafele. Ez meg de jó, hogy itt vagy. Tehát, mert hogyha ő csak kimosolyog rám, és nem fordul ki rám, akkor én maradok, fejem fölött átbeszélgetnek, az meg borzasztó megalázó. Tehát meg kell várni, míg rám felső mellkasával rám nyit. Jó napot, és akkor már maradhatok. Tehát a szemkontaktus sok mindenre jó. Hát meg utasítani vele, nézni rá, meg minden. Szóval mi tudjuk. És a második még mindig nem a kézfogás, hanem a köszönés. És a köszönés sajnos pláne nagyvárosokban megy ki a divatból. Most akkor úgy mennek az emberek, mint a vakegér. Aki belép, köszön. Én belépek egy áruházba, köszönök. Belépek a liftbe, köszönök. És nem azért, hogy van, aki fogadja, hanem azért, mert én köszönök. A többi meg az ő dolga. Tehát aki belép, köszön. Na most ebben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de rendszer ne csináljunk embereket, meg kell tanítani köszönni. Hát ugye 7 miniszterelnököt szolgáltam, a kabinet munkatársak ugye 6-szor váltottak, és mentek a parlament folyosóin, én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, még vissza nem köszönt. Vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja. Nem adom, 5-ször köszöntem, nem fogadta, nem köszönök többet, de köszönök. 5-ször, 10-szer, 20-szor köszönök. De ha találkozunk a büfébe, azt mondom, na, ismerkedjünk már meg, próbáltam önnek köszöngetni, ha megengedni engem Görögi Bolyának hívnak. Meg kell tanítani, rá kell köszönni. Na, volt egy sztori, ápolási igazgatóknak tartottam állatást, ugye jányok, és mondják, hogy a fő orvos nem fogadja a köszönésüket. És Mitádék pár hónapra rá meghívott egy minisztériumi kórházi hálózat főorvosi konferenciájára. Na, mondom most. És eltaláltam mondani, hogy Kodály Zoltán is megmondta, az üres kalásznak áll fel a feje, a telekalász lehajlik. A főorvos nem arról ismerszik meg, hogy nem fogadja a köszönést, hanem hogy előre köszön. Olyan csend volt a terembe. Na, de elmondtam. Csak mondom, hogy elmondtam. Na, a köszönésnél, ha megyek a folyosón, vagy a szomszédasszony előtt elmegyek, és ajtója ki van nyitva. Az ajtó nekem nincs nyitva, mert nem engem vár, csak nincs levegője, vagy melege van. Még bent dolgoztam, ott ültem, kolléganő megáll, azt mondja, szia, itt vagy? Hát, de még ő nekem nem szól ki, nincs kinyitva az ajtó, tehát nem kell beköszöngetni. Na most a köszönési formák, ugye a jó napot kívánok, az a teljesen normális, a jó napot az kevés. Jó napot, vegye le a kalapot, tolja le a gatyáját is. Ha valaki nekem azt mondja nekem valaki, hogy jó napot, ezzel a dallammal mondom, hogy jó napot kívánok, hogy azt hozzá kell mondani. Van ez a kezicsókolom, na most ezt nagyon sok férfi ember így tanulta meg az apukájától, hogy a nőknek ezt kell mondani. Megjegyzem, ha nekem egy fiatal ember azt mondja, hogy kezét csókolom. Én azt hiszem, hogy a nagyanyjának néz, ami különben jogos, csak a koromra érteném. Tehát urak, tanult ember, aki nőből van, jó napot kívánok, hölgy, az meg a kezét csókolom. Nekünk meg el kell tudni fogadni mind a kettőt. Megjegyzem, nem tudom, vannak-e egy tanár emberek, a kezét csókolommal való köszönésnél. Még én gimnáziumban, és hát csókolom osztok a tanár, nyilván Ladó Erzsinén itt csókolom. És 10. érettségi találkozónkon azt mondta nekünk, hogy tegezzük. És meggémberedtünk Erzsi nénit. Hát ő az Isten volt. Hogy én őt tegezzem? Tehát ne erőltessék ezt, csak most szoktam mondani, mert másképp állunk a tanító ember személyéhez, sima földi halandók. Ja, és amire ki akartam térni, van ez a belép, soha nem láttam életemben, azt mondja, hello. Ez meg nem egy szó, mondhatna az, hogy Zeller. De ennek legalább értelme van.
A hello-ra a válasz jó napot kívánok. Mondja, a hello az a tegezést is vonja magával egyből. Tehát hello-ra a válasz jó napot kívánok. Ez nem érti meg, és elkezd tegezni. Ilyenkor ugye mi van a tegezéssel? Ugye a tegezésre tegezés a válasz, miért nincs csendőrpertú? Ő engem letegez, én visszamagázom, mi fog történni? Hogy ez a vén izé, mit magáz, én meg hogy mer ez engem tegezni? És két vasbeton zuhan le. Tehát, de én ezzel a hellóval nem akarnék. Akkor az első az, hogy a múltkor már tegeződtünk? Vagy hol is találkoztunk? Vagy apukám házába lakott? Nem érti meg, még tovább tegez. Akkor hát szervusz, fáradjon be, bocsánat, fáradj be, foglaljon, foglalj, tehát eltévesztem, és minden egyes igét kijavítok, azt már észreveszi, mert ha nem, akkor le voltunk tegezve. Van egy utolsó, utáni lehetőség, van egy olyan szabály, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell, nincs visszamagázódás. Egyszer egy idősebb hölgy hívott, megint az az idősebb, jövök, én nem tudom megszokni, hogy én már benne vagyok, na, fölhív, hogy ők együtt járnak kártyázni 30 éve, és az egyik férfi nagyon elszentelnedett. Hát nem tudom, mit csinálta bácsi. És ő már vissza akarna vele magázódni. Hát mondom, azt nem lehet. De az volt eddig, hogy szia Jóska, az lesz másnaptól, hogy szerbusz József. Hát azért az elég húzós. Na, mert a szabály létezik, hogyha ez a hellósat én legközelebb magázom, neki rá kell jön a tegezést, akkor én nem akartam volna. Tehát azért tévesztettem el, mert nekem nem volt normális. Tehát az, hogy már tegeződtünk, nem mondjuk ki senkinek, mert ő azért tévesztette el, mert neki ez nem volt normális. Na, a tegezésnél, ha csak férfi van, akkor az idősebb, ha csak nő, akkor az idősebb, nem rangra, korra idősebb kezdheti el, de ha férfi és nő is van, az csak a nő kezdheti el. Na most nyilván családokon belül, generációknál ez másképp alakul, de az általános életünkben azt a nő kezdheti. Tehát az, hogy tegezhetlek, urak, ez már tegezve van mondva. Meg kell üzenni kolléganőnek, hogy szólj már neki, hogy kezdje el. Azt a nő kezdheti el. Na, a tegezésnél tehát az a nőnek a privilégiuma, nincs rangkülön. Azt mondja az igazgató, hogy szervusz, nálunk tegeződünk, nagyon megtisztel igazgató, én is meg fel akartam ajánlani, akartam még kicsit várni vele, de hát köszönöm szépen, tehát el kell tudni fogadni, csak aznap nem szólítom meg, aztán majd másnap magázom. Az ön és maga, ugye ez, egyiket se tudjuk kimondani nyugodtan a szánkon, az ön, ilyen. A maga az meg sokszor lefelé van, pedig a magát kristálytisztán nyugodtan lehet használni, nincsen áthallása, csak a hangsúlytól függ. Tehát ez szóban nem kell, sőt a nyelvtan nem is teszi kötelezővé, hogy és akkor majd ön látni fogja, és akkor majd látni fogja, tehát nem kell beszuszakolni bele. És a másik érdekes, hogy a magázás szól mindenkinek, az az általános. Mikor nekem mondják, hogy ilyen, meghívnak ilyen, multi-level marketing, ez a lendolgozzá, fönt keressé, hogy nézzem meg a honlapjukat, és az tegezve van írva. Én be is csukom, az nem nekem szólt. Mert ez a svéd bútoráruház. Egyszer voltam benne 20 éve, soha többet. Engem egy áruház ne tegezzel le, ha nem? Tehát a magázás szól mindenkinek. Az önt és a magát, tehát nem tesszük be a mondatba, helyett az illetőt meg kell szólítani. Ugye, hogy kell, akit le akarsz győzni, az szólítsd meg, mondta szólón. De hogy kell valakit megszólítani? Hát ez nem automatikus. És a másik, hogy nagyon kell tudni, hogy mit mondunk, tehát a rossz név az nagyon rossz tud lenni, de majd még beszélek. A legjobb, hogyha valakinek a rangját tudom, rangú rangasszony, ebben nem lehet téveszteni, ez mindenkinek jó. Ha nincs rangja, akkor lehet csak a név. Ha rangja van, akkor a név, ja, és még a rangú rangasszonynál szokott lenni ez a úrhölgy. Hát az meg egy protokollforma. Kapok egy levelet, protokoll szakértő asszony, és kapok egy meghívó, protokoll kellék ugye meghívó, Görög Ibolya úrhölgy. Most mindenki úrhölgy, ez önkormányzatnak is. Özvegy Szabó Gáspárné úrhölgynek alsó sor 3. Az a néni meg nem merik kibontani, mert az meg nem ő. Tehát rangú rangasszony. Ha nincs rangla, akkor lehet csak a név, mert ha rangja van, a név az már lefokozás. Belépne ide mondjuk Orbán Viktor, azért, hogy jó napot kívánok Orbán úr, hát nem, hanem miniszterelnök urat mondanánk neki egyből.
akkor a családnév és úr, Kovács úr, ha nincs rangja. A nőkre meg azt mondta az akadémia annak, de a nyelvészek, hogy keresztnév és asszony, de az nem jó. Mikor nekem mondják, hogy az Ibolya asszonytól megkérdezzük, én nézem, hogy kit tudjuk-e megkérdezni. Mi akkor mondjuk egy nőre, hogy keresztnév és asszony, ha valakinek a férjét ismerjük. Azt halljuk, hogy Anikó asszony. Hát egyből keresjük, hogy ki az ura, hát az Orbánné. Vagy a Beja asszony, ugye a Beja asszony is. Tehát akkor lehetnék én Ibolya asszony, ha nekem lenne egy gazdag professzor férjem, szerencsére nincsen, akkor a professzorné az Ibolya asszony, de a magam ramján Ibolya és magázás. És ha nincsen neki még nevese, tehát vadidegen, csak akkor lehet az uram asszonyom kisasszony. És minden nő lehet asszonyom, de nem minden nő lehet hölgyem, azon látszik. Ugye a Hermelin szóból származik a kis tülfátyolos kis kalapocska, ugye krúdi világ, az a hölgyem. A néni a piacon a két kasarával az nyilván az asszonyom. Egy ilyennek azon, hogy hölgyem, azt mondja, kihez szólt, nem igazán érteném meg. Meg hát ezek a szerencsétlen rendőrök is, hogy a bűnöző hölgy háromszor tört be. Meg ilyen szörnyűségek. Hát honnan tudom meg valakinek a nevét, mondja, nevet kell szólítani, amikor bemutatkozunk itt, milyen problémák vannak. Férfi kezdeményezi, jó napot kívánok, Szabó Gáspár vagyok, tehát vagy a férfi kezdeményezi, vagy aki belép valahova idegenként, ő kezdi. Teljes nevet mond, Szabó Gábor vagyok, jó napot kívánok, Görög Ibolya. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen, tudja ön, de lebukunk, és valakit rossz néven szólítani, szörnyű sértés. A nevünk a miénk, mondja Szókrátész. Hát én már kaptam e-mailt, kedves Görög Zita, szeretnénk fölkérni protokoll előadásra, hát nem értem rá, csak mondom. Ha nem értem, egyszerűen megkérdezem. Na haragudjon, én Görög Ibolyát mondtam, és akkor újra mondja az ő nevét. A másik, amikor kristálytisztán megértem, és itt felejtem el. Ez még ki ne fel nem fordult elő. Tudom, hogy csak találkoztunk, arrébb mentünk, nem érdekes. De ha van tétje, mert új munkahelyen vagyok, vagy ő új kollega, vagy meg kell őt győznöm, el kell neki adni valamit, akkor nagyon, akkor úgy megyek, hogy Görög, figyelj, hogy mit mond, figyelj. És akkor kimondja, gyorsan kimondom, Bajzát úr, jó napot kívánok, én Görög Ibolya vagyok. Félegyházán jöttek, Bajzát úr? Félegyházán mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom a nevét kifele, hogy agyam meg megjegyezze. De találkozunk legközelebb, és nem ugrik be, akkor azt mondom, hogy azt hiszem, hogy Félegyházán találkoztunk, nem, Kiskunmajsán találkoztunk, én Görög Ibolya vagyok, és megint megkérdezem, vagy bemutatom. Mert aki bemutat, csak a rangot kell, hogy mondja, hogy tanítványom volt, új kollégánk, vagy abban a sörreklámban, hogy a lány, akiről már beszéltem, és akkor ő mondja a nevét, én meg fölelek, hogy milyen nevet mond. És van még egy országhatáron belüli magyar átok. Ez a Szabó Gáborné vagyok. Hát most akkor Szabóné vagy Gáborné? Mert Mrs. Brown meg Frausi nincs a magyar nyelven, asszonyom meg nem lehet, mert a már nevét tudom. Ha Szabó Gábornét hallok, automatikusan legelsőnek azt mondom, hogy hogy szabad szólítanom, Erzsébet. Köszönöm, Erzsébet, én Görög Ibolya vagyok. Elsőnek azt kell tisztázni, és ha ő azt mondja, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bözsike, nem Bettike, hanem Erzsébet. Egyedül ő mondhatja azt, hogy tudom, mi drága, szólíts Bubunak, a becenevet azt én döntöm el. Én az Ibolykától szoktam kirohanni, amint csak vagyok az ablakon. Na. És ezek után jön csak a kézfogás. Tehát első volt a szemkontaktus, köszönés, és utána van a kézfogás. Na most jött a pandémia. Egy hétfői napon ránk tört a pandémia, hogy nincs többet kézfogás, és másnap vagy harmadnap EU csúcs. Brüsszelben, nem mondom, nagyok mit csinálnak, nézem a tévébe, és akkor még volt Merkel asszony, és ment körbe kezet fogni, és az egyik férfi meg úgy így csinált. És akkor ő is kapcsolt, hogy nem lehet kezet fogni, és elkezdték, direkt néztem, először ezt a láb összeütögetést, de biztos, hogy ők is megbillenhettek, mert ezt abba hagyták, aztán megjött ez a könyöklés. Ennek van neve, könyökpuszi. Ez. De én még embert nem láttam, aki ilyenkor ne röhögne föl. Ez a, nem van egy vicces benne. Ja, barátnőm meséli a múlt héten, orvoshoz ment, orvos ment ő felé így. Ő meg belekarolt. Szóval nem normális. Nem kell lesz erőltetni, rá kell nézni. Ja, meg van még egy szörnyű, mostanában kezdik ezt az öklözést. Most a két férfi jön, és eltalálja, akkor azt mondom, hát üssek ő. De a mellém, hogy az már nevetséges.
De én mentem egyszer egy helyre, és a fogadófél, mindig a fogadófél nyújt elsőnek, a férfi jött felém így. Hát én meg úgy így csináltam, és beleöklözött. Az, hogy egy nő így, hát elképzelhetetlen, lányok, meg ne látom. Hogy néz ez ki, nem? Borzalmas. Tehát ez nem kell, rá kell nézni, szemkontaktus borítók, és megvan oldva az egész. Nem kell. Vagy egyszer ott vannak négyen, öten, most keresztben nem illik, férfi, nő, minden. Oda nézek, jó napot kívánok, és akkor már túl is vagyunk az egészen. Tehát nem kell erőltetni ezt a készfogást. De ha már készfogás, egy rossz készfogás egy emberről mindent elmond. Kis hideg, vékony ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd mindjárt megy már tápészre is. Csípőmérségben nyújtom elalakba, és addig a hajlatig be kell tenni. Tehát nem csak úgy a végén megfogni, be kell tenni, át kell fogni, kicsit meg kell szorítani, és kétszer-háromszor meg kell rázni. Ha nagyon megszorítja, akkor nem mondom azt, hogy de jó erős keze volt, mert már akkor orrba is vágom. Európaiság nem negatív, és nem vág oda, mert ha oda vágom, mivel ő rosszat hal becsukódik, és soha többet nem tudom meggyőzni, ilyen meta módszerek vannak. Ha nagyon szorítja, elmozdítom. Vagy lenézek, meg vissza, akkor már ne lengedi. És van egy eléggé tipikus férfi hiba, hogy a mutatójukat nem zárják ide a középső mellé, hanem ide be. Ez a betapper. Egyszer egy szállodában volt előadásom, és este a nagyfőnök lejött elköszönni tőlem így. Hát mondom, ehhez én már öregasszony vagyok. Azt mondja, ő Amerikában tanulta, hogy ez a bizalomjele, mondtam, hogy nem. A találkozik két férfi, akkor a fiatalabb mutatkozik be, idősebb nyújt kezet. Ha meg férfi és nő is találkozik, akkor a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet előre. Kivéve, ha megyek valahova, mert akkor mindig a fogadó fél nyújt előre. Mindegy, hogy férfi vagy nő, én fogadlak téged. És ha meg otthon fogadunk valakit, akkor várjuk meg, hogy átlépjen a küszöbön. Küszöbön keresztül nem fogunk kezet. Meg ha küszöbön kívül áll mondjuk a postás vagy a villanyórás, azzal nem szoktunk kezet fogni. Tehát ahhoz be kell neki lépni a küszöbön belülre, hogy ebből készfogás legyen. A férfi mindig föláll készfogáshoz, a nő meg ahhoz képest, hogy milyen minőségem, vagy csak simán nőként akkor fölnyújtom, ha a tanult ember, aki nőből van, akkor meg megemelkedem, ez különbség. Asztalon keresztül derékszögbe így, doktor, ráfogadom. Nagyon mély alárendeltség, asztalon keresztül nem illik, asztal mellett, vagy legalább ferdén, de így nem. Na most van egy ilyen típus, ez a föl se néz. Ha ilyenkor elfogadom, akkor engedem, hogy engem alázzál. Meg mit kell csinálni? Hát nyilván, ha nyújtják felém, akkor el kell fogadnom, de úgy csinálok, hogy az én karomat 5 centire nyújtom az ő karjával párhuzamosan, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. Tehát a készfogásnál, de még egyszer mondom, hogy nem kell erőltetni. Tehát a pandémia alapján el is szoktunk ettől, rákaptunk inkább erre oda borintásra, tehát nem kell ezt a készfogást. Én a mai napig sem vagyok nagyon híve. Pláne Magyarországon a nők egymással nehezen fognak kezet. Egy Frau Schmidt, Frau Müllerrel Kölnben minden áldott reggel kezet fog. Hát én meg a kolléganőimmel nyilván nem. Tehát nem kell ezt erőltetni, csak oda borintani, megvan a kapcsolat és kész. Mi van a késcsókkal? Nagyon. Ezt még a pandémia se tudta kivinni, ez maradt. Kész? A lényeg, hogy ez a tiszteletre méltó személynek jár ki. Ugye egyházi szertartásokból indult, egy egyház fők keze fölé hajoltak, aztán a királyoknál, és azon jött át a polgárosodásba is. A lényeg, hogy tiszteletre méltó nőnek jár ki urak, tehát anyósuk, vagy barátnő nagymamája, műfaj. Kezünket, mint nők, mindig készfogásra nyújtjuk. A férfi tiszteletre jelöl, meg akarja csokolni, és mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugye hagyja, nem kell már. Nem éri meg maga, ez már egy kaland, már lehet beszélgetni. Én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Megemeli, maximum a nő melléig emeli, edzem meg egy kézzel. Nem kell kettővel, mert olyan nagyon nem nehéz. Egyel megemeli, fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg, csak fölé hajol, gyönyörű a mozdulat. Nem tudom, Poirot, ahogy ezt csinálja. Na hát itt dicsekszem el, hogy valószínűleg tartom, hogy valaki visszamondhatta ezt a miniszterelnökünknek, mert kezdetben mindenkinek rápuszilgatott, most meg már csak ráhajol, majd figyeljék meg. Elintéztük. Tehát
Na most Magyarországon azért általában nem úszok meg nálunk azért rácuppangat. Ne akkor törügessed, várj meg, amíg elfordul. Ha meg már ide rángatja is fel, az ki lehet szúrni messziről, műborosta aranykarlánc. Azt a kis-kicsi kisztihangyát csókolom édes oson, az ember résem van, és szerintem én magaságnak a felsőkaromat befeszítem, hogy akkor legalább hajolja. Ha főrángatja, mert főrángatja, és innen vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. És akkor legközelebb nem rángatja föl. Ez meg, szerintem a múltkor is megmutattam, ebbe aranyos, hogy itt még így meg is fogdolosodzódja a husi-musiba. Szerintem itt volt valami 20 éve. Tehát ha egyáltalán, akkor a fölé hajlás. És amikor arról beszéltem, hogy Magyarországon a nők nem nagyon fognak egymással kezet, helyette van a puszilkódzás, de én őszintén megmondom, hogy a puszilkódzást azért nem tartom normálisnak, mert valaki nagyon bizalmas tesz, hiszem az arcomhoz ér valaki hozzá. Tehát ez egy érzelemdús, ebben van valami érzelmi töltés, tehát akárkivel nem, hogy csak alá kedvesen puszi-puszi, az úgy nem jó. Tehát rá kell nézni, és akkor már nem kell ez a puszilkódzás. Tehát ez valami érzelmi kapcsolatnak kell mögötte lenni. Na, segítesz lejátszani? Leszel szőkenő, ha most megkérhetem? Hát az nem hajszíni. Így állj meg ide, és akarjál így rám bukni, ilyen puszi-puszi, ilyenbe gyere rám, jó? Szia, Mizus! Mi történt? Nem lögtem, hanem húztam, és aztán hosszan tartom és nézem. Köszönöm szépen. És attól, hogy így sokáig néztem, elfelejti, hogy nem volt puszi. Tehát nem kéne olyan nagyon. Hát ez a felső kép meg ugye a maga szépségével, ezt azért szoktam megmutatni, hát ez szép. A másik pedig, hogy ugye a világ kinyílt, rengeteg kultúrával találkozunk, olyan kultúrában, ahol jellemzően egyvallású a közösség. Nálunk több, tudjuk, hogy több egyház van meg ateist, a jellemzően ennek az egyvallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a béke jeleként megérintik, megölelik, vagy meg is csókolják egymást, ilyen az iszlám. Ilyen a zsidó, ilyen a katolikus, ilyen a pravoszláv, a szerb ortodox, ott ez népi szokássá válik. Egy erősen kálvinista községben nem igazán tapperolják az emberek egymást. Egy vallási, vagy két angol parlamenti képviselő fog csókolozni a Westminster folyosóján. Hát kizárt. Ez egy kultúra gyökér. Tehát mielőtt elítélem, megítélem, hogy ez ugyan valószínű olyan kultúrából jött, tolerancia, együtt élünk. Aztán az ölelés. A nagymama az unokáját persze, hogy megölelgeti, hogy ne ölelgetné meg. De ez az amerikai filmekből jött be, és most egyre többet látom, ez az ilyen, ölelj meg! Vagy idegenem, ölelj meg! És akkor az megöleli, amerikai filmekben megöleli. Hát nálunk meg ugye, hát nem olyan nagyon. Szóval Amerikában a puszitól pirulnak el, nálunk meg az ölelj meg, az nálunk ugye másodlagos nemi jelleg, de bizalmasabb az az érintési forma. Tehát nem olyan nagyon kéne ezt az ölelkezést ilyen általánossá válni. Meg ezzel a pandémia miatt vált érdekessé, de mert a pandémián, hogy a maszk fönn volt, nem puszilkoztunk, hanem a szia, ugye ez jött inkább bele, ez a félölevéses formáció, mert a puszit nem tudtuk ugye abszolválni. A lényeg, hogy a találkozásnál először is ránézünk, köszönünk, és vagy fogunk kezet, vagy nem. Tehát ez a következő. A második burkom az a döntés távolsága a másfél méter. Család otthon megbeszéli. Az étkezőasztalt üljük körbe. Fotelbe ülve, valami volt semmi, ha valami sem. Az asztalnál tudjuk megbeszélni a dolgokat, az köt össze bennünket, az asztal. Tehát egy asztalnál egymással szemben. Normál magasságú asztal. Tehát szakítani kell azzal a fiúval, nem tudom, van-e itt fiatal jány, akkor olyan presszóba kell menni, ahol normál magasságú asztalka van, és akkor van az ilyen, maradjunk barátok. Szóval ehhez kell egy asztal. Na, mentem egyszer egy céghez, fogad engem az a férfi, és ő, hogy hova üljek le, azt ő mutatja meg. Tárgyalóasztalhoz leültünk egymással szemben, nem asztal volt, csak az a 70 centis pad. És hogy leültünk, összeért a fejünk meg a térdjünk. És ő mit csinált? Így. Na most, aki így ül, az nem lehet beszélgetni, az ilyen, elzártam-e otthon a gázt. Akkor figyel, mikor leteszi. Ha önökkel bármikor, bárki mer így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. Ment el, lekapja a karját.
Na most, hogyha én otthon home office-ban videókapcsolatban vagyok valaki, és ez a valaki a képernyőn látom, hogy ő így hallgat engem, ott nem tudom érzni a honnanját, mert ugye nem látja, hogy én mit nézek, hanem akkor azt kell mondani, hogy nincs kiszakadva az inge. Már le is tette a kezét. Tehát megalázni soha nem hagyom magam. Ez a következő, ez a három, mint az a szia, majd hívjál föl, vagy megint pulóverszaga van, tehát ellenséges, nem fontos, vagy nem szeretem. Tipikus példa, nem fontos, erre az ülőgarnitúra. Ha bármikor bemegyünk idegen hivatali helységbe, soha nem szabad leülni a bejárattal szembe levő fotelbe. Ott mindig a házigazda ül. A lakáson meg lehet találni, melyik a főnöki hely. Tévével szembe, távirányító, jobban ki van ülve, körbe van morzsázva. Tehát ez a hova szabad ülnem. Na most bennünket zömmel ebbe a szembe fotelbe tesznek le, foglaljon helyet. Na most innen a szembe fotelből hogy lehet mégis győzni? Hát köztünk van ez a csomó, az asztal, a borzasztó nagy távolság. Hogy lehet innen mégis győzni? Nem tudom, múltkor elmeséltem-e, de ezt is átéltem. Hát azért jó öregnek lenni, már sok mindent átéltünk. Valamikor a jó 30 évben mondták, hogy kössek életbiztosítás, nekem örökösöm nincs, de nagyon jó a cég, legalább fogad, biztosító társaság jó, a parlamentbe rendeltem be. Gondolom, hogy átél a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, innyakendő öltöny, tiszta cipő. Hát nem tudom, de csillogó férfi cipő, hát én már mindent elhiszek neki. És ha nem akartam kötni, a szembefotelbe tettem le, és vártam, hogy ő majd jön engem rábeszélni. Én meg majd megyek, mert én meg nem akarok kötni. Tanulunk az ember, mit csinált, kényelmesen leült. Kedves Ibolya, ez a Kossuth tér milyen elegáns, ez a parlament. Ibolya maga mindennap ide beléphet, ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, milyen érdekes munka lehet, kedves Ibolya. Én meg kezdtem előre dőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát én tudtam, hogy manipulál, hát tanult szakmám, de a nevemet hallom, arról beszél, ami engem érdekel. Előre dőlt, meg van véve. Na most, ha már itt tartunk, a ülőgarnitúra annyi személyes, ahány fotel van plusz kettő. Kanapén ki szeret középen ülni? Hát elférek, de nem félek, a zónám nem félek. Tehát most jönnek majd a karácsonyi vendégsereg is, annyi ember, akkor, ha nincs, akkor több széket kell bevinni, mert nem szabad a kanapéra három embert bepréselni, mert az úgy nem jó. Hogy kell a vendéget megkínálni? Ugye itt ketté kell választani a hivatalos alkalmakra, meg a családi alkalmakra. Hivatalos alkalmakon az alapvető különbség, hogy hivatalos alkalmakon nem számít az, ha valaki nő. Ott a rangsor számít. Maszekban nyilván a rangidős hölgynek adunk először, a nők kapnak először, ez beszokott így válni, de hivatalos alkalmakon nem számít az, ha valaki nő. Nagyon jó példa erre, talán valaki emlékszik rá, Erdogan török elnökhöz ment ki az Európa Tanács elnöke, egy férfi, és a delegációjának tagja volt Van der Leyen asszony is, az EU bizottságnak az elnöke, és a tévében láttuk, hogy ott ül a fotelben Erdogan meg az EU Tanács elnöke, a kanapén oldalt meg ült a Van der Leyen asszony, meg a török külügyminiszter. És az egész világ, hogy egy nőt, hogy a nőt, hogy a kanapéra a nőt. De kérem szépen, ez így volt helyes, mert ő csak tagja volt a delegációnak. Tehát azért, mert ő nőből van, nem ülhet oda ki. Én mondjuk, ha nem kérdeztek meg, csak mondtam volna, hogy én kiraktam volna négy fotelt, és akkor már nincs ilyen nagy szembetűnő különbség. Tehát hivatalos alkalmakor nem a nők a pelsőnek, hanem a rangidős, a legmagasabb rangúk a pelsőnek. Maszekban pedig hát nyilván ugye megvannak a családon belüli rangsorok, ugye ki az, akinek először adunk, de általában a nők kapnak elsőnek. Na most, hogy nézzen ki ez a fekete kávé? Kis tányér, csészefüle jobbra, jobbra a kanál és balra három szem cukor. Hivatalos alkalmakon például nem lehet az acskós, mert ülnek, tárgyalnak. Megkapja, ami jobbról kell adni, jobbról kell elvenni, megkapja jobbról a kávét zacskós cukorral, szemkontaktus, lemegy ide, szakítaná föl, az egész már papírt hova tegye, hát a csésze mellé. Fölemeli ezt a kávét egy szint. Nem tudom, ki talált az. Majd nehezen fölszakad, ezt meg nem lehet önteni, mert alá megy, csak így huppantani lehet,
csésze mellé. A csészét fölemeli, ez a kettő összecsúszik. Miért nem volt jó ez? Mert a szemkontaktus lement ide. Azt mondja közben a tárgyalópartnere, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, fogalma nincs, mit beszélnek hozzá. Tehát hivatalos alkalmakkor csak kockacukor lett. Otthon persze ki lehet tenni a cukor, tej, minden, mert hogyha úgy csipogunk, tehát nem igazán fontos a tárgyalás, csak ott elbeszélgetünk. És a kávé mellé ragaszkodom hozzá, hogy mindig le kell tenni egy pohár vizet. Nem ilyen nagy, egy kis pohárral. Még a leggonoszabb szomszédasszony elé is egy kávé mellé a víz. Egy hivatalos alkalmakkor meg egy külföldi megkapja ezt, ott álljul el, hogy gyerekek, Európában voltam, meg kapta azt a pohár vizet. És ez nem azért kell, mert a bécsi flanc meg a kávézó, hanem az ember reggel beír a munkahelyre, jaj, egy kávét, megissza, semmi, még egy kávét, semmi. Mármint a Katiba a gyerek így állnak, és még mindig sehol nincs. Az első kávér, amikor megiszok, az a sűrű fekete, rá kell azonnal dobni egy pohár folyadékot, ami szétoldja, fölszívódik, fölébredtem, plusz kiveszi a szájból a kávészagot. Tehát ezért kell ez a pohár víz. Hivatalos alkalom, akkor esetleg még a cappuccino belefér, ami a tejhabos kávé, nem a tejszínhabos, hanem a tejhabos, de már más nem az ilyen latte, meg macchiato, azokat majd a presszóban tessen szíves lenni. Hivatalos alkalmakon nem adjuk be. És kérhetnek még teját. Imádom, amikor a tárgyaláshoz úgy hozzák be a teját, hogy ez a madzag így ló ki belőle. A lányok, meg nem mondom, mire emlékeztek. Na, ugye ez akkor jó, ha magamnak csinálom. Száraz csésze, zacsi, rá a forró víz. Ez megkapja, hát ki kéne venni belőle, kövesedjem. Kiskanalat alá tesz a kiskanalat, belerottyintja. Madzaggal préseli kifele, meg szedi le, és aztán megint megölte a szomszédját. Hivatalos alkalom, akkor erőre megfőzbe kell bevinni, mert ott már nincs idő ezzel vacakolni. A teához kell tejet kínálni, ez egy ilyen angol dili, mert amikor a teja egyáltalán bement Angliába, még a porcelán nem volt hőálló. És hogy ne pattanjon meg a porcelán, 1700-as évek közepe táján, először jött bele a tej, aztán jött rá a teja. Aki a teába önti a tejet, az jobb angol klubokba be se engedik, nagyot lehet rajta bukni, vagy a szivargyűrűn a szivargyűrű, ez a másik, amin meg lehet bukni, meg az elálló kisúj. Ez a három, és már nem klubtag. Az elálló kisúj a Pesten, a Pesti Színházban próbálták 3 éve az Audiencia című darabot, ez második Erzsébetről szól, és a miniszterelnökei Churchilltől Tony Blairig szerepeltek benne, köztük ugye Wilson, aki az első ilyen munkáspárti volt, nem az a nagyon jól fésült úriember, egyszerű. És hegedűsdék ez, és mondja, Ibolya drága, hogy legyek én bunkó? Mondom, nyalja meg a teáskanalat. Hát azért azt nem. Mondom, akkor álljon el a kisúlya. Úgyhogy most így isza. Tehát ezt mindig hozzá kell ragasztani. Na, otthon, és semmi más. Tehát hivatalos alkalmakkor nincsen magyaró, meg ilyen, meg csokika megolvadva a fóliába, meg ropi, meg ilyenek. Ott tárgyalunk, és nincs ennivaló. Otthon persze lehet, ha az embert egy kávéra hívják meg, vagy egy italra, akkor az maximum másfél óra. Nem lehet több. Ilyenkor előre tudjuk apró süteményt fölrakjuk az asztalra, a cukor, mindent, ott föl lehet előre pakolni, mert ott majd úgy el fogunk beszélgetni, tehát nem kell külön olyan gyorsan mindent intézni. És ha már a találkozás, ugye ez az otthonról dolgozás, vagy a Skype-on az unokákkal beszélgetni Londonban, tehát az a virtuális kapcsolatoknál, mi az, amire szeretném a figyelmüket fölhívni? Ezt én is most tanultam meg, mert honnan tudtam volna? Ez a pandémia, ahogy kitört, jött ez, otthon kell maradni, aztán lesz, ami lesz. Jöttek az ilyen Zoom, meg Stream, meg ez a... Nem is tudom, hogy mit jelent, de minden meg kellett tanulnom, mert azért csak benne élünk az életünkbe. De ami a fontos dolog, hogy amikor látszódom is azon a képen, ugye akkor is nagyon kell tudnom, hogy elsőre mit lát. Mi van a háttérben? Ugye a mosatlan edények, vagy a kis cica ottan duruzsol, vagy mit tudom én, ágy nincs bevetve, hát már eleve milyen látvány az. Na most, hogyha valaki hivatalos ügyben beszél otthonról, fehér fal elé ne üljünk le, mert pláne nem, szóval fehér fal elé, fehér blúzba vagy fehér inkbe nem szabad leülni, mert akkor fehér háttér, fehér ink, és a keze meg az arca lesz fekete, mint a régi negatív filmeken.
Tehát, hogyha fehér feleli, akkor színesben kell leülni. Tehát mi van a háttérben, nagyon fontos tudni. Én hogy nézek ki? Tehát a felső mellkasomon mi látszik, hogy mi van rajtam? Tehát legalább, hogy emlékeznek fölülről, úgy kell kinézni. Aztán van még egy, hát nem is egy, még több dolog. Például szigorúan tilos forgószékbe leülni. Na most a forgószék, ugye asztalgép, nagyon kényelmes, de már telefonálni sem szabad. Mert ha valaki forgószékbe, ez az ilyen, én behallom a telefonba, hogy forgószékből dumcsizik. Gépen meg, hogyha bemozdul, akkor politikuskám képernyőn, beindul a feneke, na mondom, ez megint hazudik. Tehát abban benne, hogy fogalma nincs, de valamit mindjárt gurít nekünk, tehát forgószékben nem szabad leülni. A másik pedig, hogy ami szintén nagyon gyakori hiba, hát nagyon sokszor a tévében látjuk, hogy Skype-on kapcsolják a szakértőt. És a szakértő, ahogy így ül, így mondja a véleményét, így beszél, így. Mondom, ez olvassa. Hát nem, de neki le van téve maga elé a laptopja vagy a tabletje, és automatikusan a riporterrel keresi a szemkontaktust. De a kamera meg itt van. Tehát neki a kamerába kell nézni. Unokát nem ide a képernyőre a puszika, hanem oda puszika. Tehát lássa, hogy én ránézek, akkor a kamerába kell nézni, mert attól akkor lesz szemkontaktus. Ez nagyon nehéz különben megcsinálni. Ezzel én magam is sokat szoktam szenvedni, hogy a kamerába kell nézni, és nem pedig a képernyőre. Mert automatikusan azt nézzük, mert azt látjuk, de nem oda fölfelé kell nézni. Na, mit nem szabad? Ugye... Valaki mondaná, hogy kedves Ibolya, tényleg pár éve volt itt, azóta olyan egészséges lett, hány kiló? Hát én mondanám, hogy hát olyan 81-2 között szoktam lenni, mikor a kisgyerek mondja, hogy hazudtam. Felnőtt ember nem hazudik. Felnőtt ember másképp mondja, és nem így fogja be, hanem óra-óra töve, bajsza, szája, ajka, ebbe a háromszögbe. Politikus kárnál is jön a kérdés, indul a válasz, mondom, ne kap már föl a kezed, hát tudom, hogy hazudni fogsz, tehát nekünk nem menjen ide föl a kezünk, tehát így figyelek, így meg hülyeséget hallottam, tehát nekünk ide ezt ne takarjuk el. Ami még szörnyű, ez az ásítás. Na most sajnos a közhangulat olyan, hogy az az elegáns, aki laza. Laza, mint a rigalánc. De nekem ne legyen laza, egy banktisztviselő nekem ne legyen laza, egy orvos ne legyen laza, hát az szedje össze magát, és nekem, engem szolgáljon ki. A lazaság, hogy nyugodtan ásítok, de nem lehet, mert az borzasztóan sértő, mert azt jelenti, hogy unlak. Sok mindentől lehet, műlevegőny, műfény, mindentől, de a jelentése az, hogy unlak, és ez mindenkinek szörnyű sértés. És nem a szájüreg látványa sértő, hanem a tény, hogy ásít, mert ugye így is látom, vagy... Így is. Ha bárkinek ásítani kell, és nem akar megbántani senkit, akkor hajtsa le a fejét, zsebkendő mögé, jegyzetek fölé, azt mostantól el kell titkolni. Nem szabad látni. Na, zsebkendő, meleg leves orrfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynőnek is megolvadna, most már királyunk van, ugye, Károlyunk, neki is megolvadna a cucc. Ezért protokollban csak szájmeleg levest adnak, tehát egy húsleves meg forró, jó? És imádom, hogy elkezdik, hogy bocsánat. Hát már mindenki látja, mit csinált. Mekkora átfújt, milyen a zsebi. Papír zsebi, tépőzára sem áll. Én mit csinálok, megtörlöm, aztán nézek föl, és nem úgy, hogy lehet, hogy megfáztam. Nem vonok bele másokat. És ha már itt tartunk, most rengeteg ilyen köhögős reklám van, az most az mindig ilyen szezonális reklámok vannak, és így legtöbben így köhögnek, így. Hát így takarom a számat, csokolom, nem így. Hát leginkább meg ugye a karomba, de így semmiképpen nem trombitálok, hanem így takarom a számat. És hát ugye enni se illik. Hát enni az meg hogy néz ki? Hát aki beszél, az nem eszik, akihez beszélnek, annak se illik enni. Telefonban, hogy kis türelmet, lenyellem a falatot. Mi vetted addig föl? Ez borzasztó sértő. És ha már itt tartunk, hogy otthonról dolgozás, meg virtuális kapcsolat, egy-két szót ejtsünk a közösségi oldalakról is.
A pandémia alatt borzasztóan megerősödtek ezek a különböző közösségi helyek, mert itt lehetett végre elkezdeni beszélni valakivel. Jött az a TikTok, meg a Insta, meg a mit tudom én, még, de hát leginkább ugye a Facebook, ami a legismertebb. Na most a közösség oldalaknál az az átok, hogy ami egyszer oda fölmegy, az fönn van. Tehát kész. És azért nagyon például a TikTokra azért haragszom, ezek a kis rövid videók. Mert ugye vannak itt ezek az influencerek. Ezek az influencerek terjesztik az influenzát. Szerintem abból élnek, hogy bugyiba, egyszer semmibe, kistáskával reklámoznak, és bögyüt közönségesen. És a szerencsétlen kamaszlányok azt látták most 2 évig a pandémia alatt, ugye az volt az egyen csatorna, hogy abból lehet megélni, hogyha ő szegénykém, és akkor nagyon fogja szégyelni egy idő után magát. Tehát ezt valahogy le kéne tudni állítani, hogy ez a fajta olcsó megélés, ez ne legyen példa. Nagyon haragszom rá. A Facebookkal meg az a bajom, hogy nekem, amikor kezdtem a Facebookot, nyilvánosan kezdtem, és jöttek be, vadidegenek jöttek be kommentelni. És a kommentelés már akkor is, most meg már pláne, ilyen vérszomjasan ilyen, hogy most végre kimondhatom. És akkor fénykép nélkül, álnéven, kishajó.hu jegyzével, oda mondja a tuti apám. Na, itt ember, de csak tényleg idézőjelben mondom, én akkor lettem zárt oldal, lett az a Facebookom zárt oldal, amikor egy komment úgy jött be, hogy ki vagy te komcsi vén kurva. És én azon röhögtem meg, és senki nem kurvázott még le, őszintén megmondom, ez nekem egy új információ volt. És akkor elhatároztam, hogy egy módon tudom megvédeni az idegrendszeremet, hogyha ismerősök láthatják, kész. És akkor már ilyenek nem jönnek be. Tehát ez a Facebook, ez itt jelenik meg, az a szörnyűséges, mély indulatosság, ami eluralta a közéletünket. Hogy odamond, mindenki pattan szét, hogy odamondhassa, és ez azért engedi meg magának, mert nincs, aki rászóljon. Mert egy fénykép nélküli álnévvel, ha visszaszól az ember, akkor még jobban elkezdi. Tehát ezt nem volna szabad megengedni. Én ezért például nálam, hogyha valaki a Facebookon engem bejelöl, nem jelölöm vissza. Ahhoz nekem kell, hogy írjon egy sort a Messengerbe, hogy szeretne bejelölni. Akkor már ismerősök vagyunk. De vagy engem, valaki becsönget az ajtónál. Nem mondja, jaj, jöjjön be, üljön le, hanem az, hogy ki maga, nem? Na, kicsit menjünk visszább, ugye személyes találkozásnál, de ez igaz egyébként bármifajta online meghívásoknál is, az időpontot tisztelni kell. Ugyanis aki késik, az olyasmit vesz el, amit soha többet nem kap vissza a másik, az időt. Aki engem várakoztat, kicsit meg is öl, mondja Darvas Iván, tehát nincs. Ha szakítani kell azzal a pasival, oda mégy szakít, az készen van intézve. De a várakoztatás az a gyenge ember érve, hogy várakozon, addig is puhul. De nem puhul, hanem egyre idegesebb lesz. Hát időben kell menni. Meghívtak egyszer egy parfüm konferenciára, hogy a protokoll és a parfümről beszéljek. Hát borzasztó nehéz téma volt, nem evidens. És vártunk egy nemzetközi hírű, magyar származású parfüm királynőt. De egy ilyen 5 perc, 10 perc, 20 perc, 25 megérkezik, azt mondja, tudod, Ibolya, a primadonna mindig késik. Úgy tudom, drága, a profi meg ott van időben. Ezt találtam válaszolni neki. Tehát késés, nem, egyszerűen nem. Meg a valaki 5 percet késik, az a slendriánság. Akkor már késsen egy órát. Annak legalább stílusa van. De 5 perceket ne késünk, időben kell indulni. De ha meg közben jön valaki, akkor meg telefonálni kell, hogy késni fogok. Tehát csak úgy nem késhetünk. Kontakttelefonszám nélkül nem indulunk el sehova sem, mert bármikor közben jöhet bármi. Ha megérkezik a vendég, hogy kell kísérni, vagy egy férfi, egy nőt, vagy a fogadófélként a házigazda, a vendéget. Imádom, megérkezem, most mondják, hogy tessék parancsolni. Elindulok, elágazik, utánam jön. Most merre? Balra.
most merre, hát a spondilózisom tökre kiújul, hogy kell valakit szépen kísérni, előtte megyek fél vállal, ha beszűkül megint, előtte kell kicsinkében, ami lássa, hogy merre van a merre. Ajtóhoz, ha érünk, kimenjen be elsőnek, mondják, hogy elsőre a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános egy kocsma, étterem, büfé, McDonald's mindig a férfi lép be elsőnek, és azt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra, és akkor már nyitja is. De ha ez nem nyilvános hely, mikor kell előrengedni a nőt vagy azt a vendéget, ha ajtó merre nyílik, ha én felém nyílik, kinyitom és előrengedem. De ma már minden ajtó amarra nyílik. Na, apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad le a karja, anyu mellette puff, visszaesik. Ha az ajtó amarra nyílik, akkor alárendelt fölgyorsít, nem löki, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Nézi, szépen bejött-e. Itt több probléma van, egyik például az, hogy én még protokoll főnökként kísértem a francia nagykövetet. Most ilyenkor nem nő vagyok, hanem a tanult ember, aki nőből van, protokoll főnök, excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy te maga meg tessék meg maga, hanem akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem átlépem a küszöböt, megvárom, még ő is belép, és megint megyek előtte, mellette. Ajtóban nem kell tiprodni. Na, ajtó elengedés. A pedagógusoknál voltam, pedagógusi kar, ugye 28 nő, egy férfi. A szokásos felállás. És a végén egy szárnyas ajtónál mentek ugye egyesével ki a nők. És a férfi oda jött hozzám, hogy tanárnő, nekem meg kell várni, míg mindenki kimegy. Hát mondom, nem, de ahogy így áll, jönnek itt a nők, rámosolyog, közelebb lép. Másikra is rámosolyog, és már benne is van. Hát a szememmel ugye kértem kvázi engedélyt, hogy beállhassak a sorba. Na, lépcső le lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációtól, hátra vonna lefele, hátulról kell védeni. Elől megy a nő, alatta megy a férfi. Hát de a szoknyája alá lát. Az ilyen picinke alá, urak, alá kell. Az azért rövid. A normál szoknya alá meg hát 2-3 lépcső fog. Nyilván nem egy rendező elv. Aki meg lefelé megy, ott meg előtte kell menni, hogy egy puhára essen. Na, a másik téma is, erről kellett volna többet beszélni, nem csak nem hajt az idő. Ez a hitelesség szempontjából, hogy elsőre mit hisznek el rólam, az első benyomás értéke. Tudjuk, hogy az rengeteget számít, miért számít rengeteget. Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális legyen szíves, menjen ki, ez csak 7%. Senki nem azt érti meg elsőnek. Sokkal inkább, hogy mondom. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy kint lesz meglepetés, vagy amikor meg visszajön. Ha meg azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki! Más mondtam, milyen hangsúllyal beszélek. Tehát ezért kell jól hangsúlyozni, hogy legyen kedve visszamenni a tartalomra. Például Gáspár Laci, álom szépen énekel, de közben nem értem, ki is hagyom, megyek vissza, nem érdekes. Milyen hibák vannak? Ezért kell figyelni arra, hogy beszélünk. Aki meg túl lassan beszél, az meg majd a kész vége. Aztán van ez a fejhang, ez a voltunk shopizni, megvettük a kari-arit, ez a karácsonyi ajándék, ezt most tudtam meg, ez a kari-ari. Ez nagyon szőke. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a hülye, vagy az, hogy te. Ezt azért mondom el, mert nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, ez a fejhang. Elakad a gépem, nem értek hozzá, informatikusomat fölhívom, a Zsoltot telefonon, és a Zsolt a telefonban így kezdi nekem mondani, mondom, Zsolt, hülyeséget kérdeztem, azt mondja, honnan tudod? Hát mondom, mert így kezdted el mondani. Az embernek így kezdenek el mondani, benne van az, hogy te olyan hülye vagy, hogy más nem értenéd, meg a orvos mellett a nővérke, hogy és akkor 3x1-et 20 éve szedem életem, nem? Tehát ez a, meg a gyerekkel se, gügyi-bügyi, ma a gyerek nem hülye, csak kicsi. Tehát ez a fejhang, ez szörnyű megalázza a másiknak. A másik a túl hangos beszéd. Rengetegen beszélnek hangosan, és a hangos beszéd önmagában agresszivitás jelent, pedig ő nem agresszív, csak hangos, mondja a fülibe a telefon miatt a dobhártyája megsérül.
Tehát valaki hangosan beszél, rá kell szólni, hogy már megint hangosan beszélsz. Például tanárembereknél magamon is megfigyelem, hogyha egész napos 9-től 4-ig előadást tartok, szóval ülök be a kocsiba, hogy Józsikám, siessünk haza, hogy most már nem kell kiabálni. Tehát, ha egész nap ugye fejhangon tanít, akkor nem, hogy apukám, veled mi volt a hivatal, ne, már menjünk vissza este a szép, normális hangsúlyunkra. Tehát nagyon sok a vokális hiba. A lényeg, hogy ezt, ja és még egy, már ezt kezdtem mondani, amikor ugye ránézek és arrébb megyek, vagy befogad, a másik feje fölött átbeszélni borzasztóan sértő. Ez az ilyen, amikor a nővérke a kórházba köti be az infúziót, te a Gizibe jött már, mi van vele? Én meg ott, én hál' Istennek nem én, de az a beteg meg ott fekszik. Vagy a fodrásznál ugye két fodrász csaj csinálja a fejünket, és akkor te, utána a Géza, hát képzeld el, azt mondta, és közben az ülök. Ilyenkor azt kell mondani, tényleg a Géza? Vagy valamit föl kell szólni, hogy érezzék, hogy ott vagyok. Nem egy zsákrumpli ülő. Tehát ez a fejünk fölött átbeszélni, ez nagyon sértő. De leginkább, ahogy érzékeljük, a látott információt hiszem el, mert ránézek, eldöntöm. Ez az egyik a testbeszéd, a másik az öltözködés. A testbeszédnél az a lényeg, hogy mindig azt kell, hogy győzni akarunk siker érdekében, azt kell kommunikálni, hogy figyelek rád. Mert aki én rám figyel, hát az milyen rendes ember. Hát én rám figyel, annak én mindent elhiszek. Na én ezt ott fönn volt kint kipróbálni, de Pesten Kőbányán lakom, hát nem a rózsadomb, tizemeletes panel, tizemelet ilyen elszegényedett tisztaságmánia pletyka, emberre jót nem mondanak, engem kedvelnek, hogy hát ibik egy drága teremtés. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen kettő. Lehet, hogy férfi. Ez a kútmérgező típus. Áll a kapuba. Ő a ház szervere. Lemegyek, ugye a felsőmmel kacsa figyelő felületem, hátul összefogott kéz, ez a legjobb egyébként. Ilyenkor mondják a lányok, hogy tehát akkor látszik a mellem. Jegyzem meg, kettő normális, három az már tényleg. De a ráfigyelés. Lemegyek. Jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljött mindenki. A sikeres életúthoz, akár maszek, akár hivatalos, kettő lépcsőfok visz. A mi újság után kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Nem kell sok idő, maximum fél perc. Az emberi agy fiziológiailag fél perc alatt figyel, leáll, tehát fél perc alatt rájövök, hogy miről beszél, és a csúcsik az aranykulcsocskája, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem az, hogy igen, hanem hogy, és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, hát nekem erre meg nincs időm. Tehát, és hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszilom. Az egész így, ahogy van másfél perc, és nem tud utálni. Már ezzel kórházban is volt. A kifejtő kérdés falakat volt. Az emberek zöme beszélni szeret. Saját magáról szeret beszélni. Hát a Facebook miért ennyire népszerű? Mert ott végre mindenki lehet, hogy hát reggel fájt az erekam, de aztán már nem. Piacon voltam, ennyire vettem az zöldség, hogy végre elmondhassa magáról azt, ami vele történt. Erre mindenki vágyik, aki tagadja, az is. Tehát ez a kitárolkozás mindenkibe benne. Akkor tudok nyerni vele szemben, ha őt kérdezem meg, hogy vele mi történt, a kifejtő kérdés. És imád. Na. Tehát a testbeszédnek a lényege a hátul összefogott kéz. Hogy lehet ülve ráfigyelni? Soha nem szabad elfeküdni a széken, mert akkor a gravitáció győzt oka minden. Egyenes derékkel, a fenekemet a hajlatig, egyenes derékkel kell ülni. És ez fotelben, mert fotelben az ember beleül, hát onnan másik kettő veszi ki. Egyébként én valamikor 10 éve cseréltem ülőgarnitúrát, és ez a ilyen fotel helyett karosszéket vettem. És ebből föl tudok állni. Csak mondtam. Szép puha karfa, de karosszék. Tehát ha leülünk, akkor ilyen puhánál, a karfánál támasztom a derekam, hogy egyenes derékkal tudjak ülni. Na most mi nők ülünk le, tesszük a lábunkat föl. Erzsébet királynő nem tette föl, Diana holland királynő nem teszi föl. Ugyanis, ha fölrakom a lábom, azt annyira mellé kell húzni, hogy bokacsont a lábszárhoz, lábfej lehajtva. Ez egy perc alatt el is zsibbad így, ahogy van. Ami még jó, hogyha ezt így, ahogy van, lefektetni, arra fele kell fektetni, amerre a fölrakott láb mutat.
legtöbb celeb így bemegy a tévébe, hosszú szőkelábú, fölrakja, és amarra fekteti le, és akkor ilyen V-alakban repülnek a bugyogok. Tehát ami föl van rakva, arra kell fektetni. Ugyanis mihegy kívül van a láb? Lábrázás cipő kibe. Az egyértelműen női szexuális felhívás. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Hát urak mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudni, hogy ki vár a buszra, és ki a... Mondjuk a nélküli szövőnő, mi van a lábán, necharisnya, a piros cipő, vagy semmi se. Má ott vagyunk, ahol különbözünk. Vagy mit tudom, szakkollégista lányok ülnek, lányok lába fönn. Első srác belép, egy-kettőnek beindul. Belép a pasi gyerek, minden. Tehát ez a pasi mondaná, láthatatlan. Fiúk leülnek, és a nőnek indul be a lába, akkor azt mondjam, de szerencsés a férje, hogy ilyen szép felesége van. Putty, így fog járni a lába, csak mondom. Na, a fiúknál meg az égtelen nagy terpeszben a Oki, meg a Majka, meg a Győzike, meg a Gangsta Zoli. Nagy terpesszel mi van? Most van a szarvasbőgés. Szarvasbikák harca, a bika nagy hátsó terpesze. A comb belsődának a mutogatása ez a vezérhím jele. Ezért kell nekünk lányok zárt térdel ülni. Tehát magyarán minél nagyobb a terpesz, annál kisebb neki az agya. Nem mondunk hosszú szavakat. Tehát lehet terpesz, hogy bekocsolják a férfiak a bokájukat, akkor csak terpesz, mert ne ilyen kis gazdásan, hanem csak egy kis terpeszben menjen el a lábuk. A öltözködés. Itt tulajdonképpen egy mondat. Azt kell fölvenni, amit el akarok magamról hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehérképpen vérnyomásmérővel az orvos. Vérnyomásmérő nélkül az meg pék. Vagy nem tudom, micsoda a fehér köpenyébe. Tehát nekünk a szerephez kell ötözni. Piacra nyilván nem megyek le én kis kosztüm, meg izé, meg minden, hanem oda nyilván farmer pulóver a időhöz képest. De ide kiállni nyilván nem állhatok ki sportosan lazán. Ez a sportosságtól megörülök. Most minden médium masugalja, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az... Na, de sportolni megyek én oda. Banktisztviselő, a banktisztviselő, hogy fekvétám, kamatláb, mit kérdezni? Nem sportolni ment oda. A másik, hogy stílusa van. Na most a stílussal az a baj, hogy tudni kell változtatni. Mert ha valaki 20 éves korában eldöntötte, hogy ő a bőrruhás rock lady, de már 70. Szóval azért kell tudni. Én egy szóra emlékszem, hölgyeim, uraim, egy szót mondok én mindig erre, ez az elegancia, ez öregasszonyos szó nagyon, de rengeteg mindent jelent. Az elegancia nem azt jelenti, hogy drága cucc, hanem ami rajta van, az hogy viseli. Egyenesek, szoknya, blúz, egy sál és elegáns. Elegancia az bentről kifele jön. Elegancia az nem pénz, az tartás kérdése. Én erre esküszöm egyébként is. Hoztam ugyan egy pár képet, de hát nyilván ezek ilyen nagyon divat képek, ott ez a ruha kabátkával, ez mindenkinek jó. A nadrág is lehet ma már, de annak le kell érni a bokáig. Boka fölött 10 centivel, vagy még rövidebb, hova viszi a figyelmet? Ahol különbözünk. És idősen se kell... Az ember a korral nyilván, hogy nem amerikai rózsaszín kalapokat hord, de azért korához képest nem azt jelenti, hogy akkor most nekem 75 évesen feketébe kéne járnom, mert miért? Tehát, tehát öregen is lehet azért valahogy kinézni. Ja, és otthon is. Szóval otthon se hagyjuk úgy, hogy jó ez ott otthonra, mert pizsamás napon van, hát azt eláshatod magadnak, az elveszett. Ne legyen pizsamás nap. Jó, bugyos a feneke. Szóval hogy néz az ki? Tehát nem. Szoknya hossza, ugye övnyi nem takar, hanem mutat, combon van, nagyám nincs. A fél combig érő akkor jó az a mini, ha valakinek hibátlan, gyönyörű lába van, tényleg hibátlan, és nem múlt el 25. Na jó, 30. De itt aztán vége van. A szép láb önmagában nem. Mert akkor már nevetséges egy időse. A medveckirónak hosszú szőke lábaival elment a sztoribába kis mini feketébe, piros farkakkal, és röhögték, mert a korához nem volt való. Ez kor és lábfüggő, és ebben a félcombig élőben csak állni szabad. Mert ebben lehajol, mint nővérke a kórházba a ketteskéhez, egyes-két infarktussal viszik el ott. A térden fölül 2-3 centi az a tuti, abból nem lehet baj. A felső részünk tanult ember szerepben 40 fokba se legyen ki ez a vállöv, mert ez rengeteg itt, ez a hús, ugye templomba be is kell takarni a vállunkat.
A dekoltáson azt tudja minden nő, hogy egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem tanárnő, ott kezdődik. Hát ha kirakod a bögyödet, effektíve a bögyödhöz fog beszélni, mert nem bír máshova nézni. Na most nem vagyok a páca, mert az a másik véglet, de nem vagyok a dögös se. Tehát ez két különböző. És a nőknél még a harisnya kérdése szokott fölmenni, ez a harisnya ügy, hogy ezzel mi van. Van egy olyan könyvem, hogy a Nagyvilági Hölgy Tanácsai, 200 éves a könyv, imádom, ilyeneket tud mondani, hogy úri nő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kim meg bellennénk azért. És ő mondja azt, hogy úri nő mindig harisnyában jár. Mondta, amikor térdig ért a harisnya, és földig a szoknya. Ezt ma már borzasztó nehéz megoldani. Protokollfőnökként vagy azért szenvedtem 40 fokba, hogy harisnya, vagy hogy nem vettem föl, mit szólnak. És jött Diana hercegnő, szerintem őt el tudjuk fogadni mintának, Antal József fogadta, térden felül 2 centi a szoknya, fontos, hogy elől zárt és hátul pántos volt a cipője, és nem volt rajta harisnya, én a saját szememmel láttam. De egyenletesen barnult, sima, és nem volt a sarka főkérgesedve. Sima lebarnult női láb, és én mindenkit fölmentek a harisnyáról nyáron. Ilyenkor télen meg, ami a gond, az a csizma. Ha valaki íróasztalos munkában ott ül egész nap csizmába, akkor azt mondják, hogy most jöttél? Vagy menné már? Mert ez utca. Ezt le kell vetni, és nincs jogom rá, de megtiltom a munkahelyi papucsot. Ez a, megyek már, lemosom a csempét, derekán a kardigán megkötve, mert hogy vesés. Jaj, megyek a fénymásolóba. Az uram isve. Ezt egy külföldi meglátja, azt, hogy itt is laknak, tessék, mondja. Borzalmas. Na most pedagógusoknál, ugye, hát pedagógusoknál, igazgatónő fölhívott 3 napra rá, hogy Ibolya, már 3 tanárnő nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Ez a papucs, noch dazu, fodros szélű bokafig zokniba, ott maradok. Ja, és meg amit szoktak kérdezni, hogy a női táskának hol van a helye, bárhol, az asztalra soha. Ölembe, válfára, fiókba, de asztalra soha. Még a földre is. A földre nem, mert kimegy belőle a pénz, de nem megy ki. Esküszöm, itt is, itt van lenne a földön, de nem, bele sem megy, ez meg a másik. És ha Erzsébet királynő lerakhatta a földre, hát lányok, hát ha abból nem megy ki, akkor miből? Szóval inkább nem. Na, a tanult ember, aki férfiből van, ugye, ez az ingés a nyakkendő, akárhogy is most a laza és nem köt nyakkendőt. Egy tanult embernek ez kell. Én nem tudom, de nagyon jó példa erre, most nem akarok, tényleg nem politikáról beszélek, emberről beszélek, a Hiller István. Az abszolút értelmiségi, tüktig értelmiségi, és a pártjában az volt a divat, hogy most legyél laza, ne kös nyakkendőt. Ha nincs rajta nyakkendő, félre beszél. Szóval neki annyira kell az a nyakkendő, az egész tartásához kell. Szóval az a tanult embernek a jelzése. Ütközésig kell fölhúzni, ez már rossz. Azonban, amikor kigombolja és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letolt gatya, akkor már inkább vegye le, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot be kell gombolni, mert begombolt egy nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, nyilván nem szügyig, és a gallért soha nem szabad kihajtani, ez mindig bevül van a gallér, egy tanult embernél. Hát ez csak a lányoknak hoztam. Tehát pulóvernél is bevül van a gallér. A zakónak a legalsó gombját nem szabad soha begombolni, mert akkor úgy alá kap olyan poci-maciba. Lentről számítva az elsőt, azt meg mindig be kell gombolni. Alsót nem, de egyel följebb, azt meg mindig be kell gombolni. A férfi nadrág akkor jó hosszúságú, ha eltakarja a cipőt, de nem ér le a sarokra. Ez elől fog vetni egy budgyot. Ha nincs a budgy, a nadrág rövid. Ha 2 budz van, az mások. A 3 budz, az meg már a harmonika. Egynek kell lenni. Ebből látszik, uraim, hogy a tanult ember szerepben egy férfi ember, még akkor se, ha tornatanár, akkor se, egy férfi ember nem vehet föl nyáron térdigérő vászonnadrágot, ez a bermudát. De azért lányok, bermuda, vékony szőrös lábszár, zokni szandál, hát az mondjuk szép. Tehát vászonnadrág, de hosszú nadrág legyen is, és ne ez a térdigérős. És urak, otthon is tessenek már kinézni valahogy. Hát ahogy a nőtől elvárjuk, a férfitől is elvárjuk, hogy nézzen ki valahogy. Nagyon rohan az időm, az a 7% a verbalitás. Tegezés magás, azt már tisztáztuk. Amire mindenképpen ki akarok térni, ez a csúnya beszéd.
ugyanis rengetegen beszélnek csúnyán. Leírva, ahogy már mondtam, Facebookon ott ömlik, de élőszóban, szóval az, hogy még élőszóban is ki tudja mondani, ez már az aljának az alja, innen már nincs lejjebb. És olyan szavakat, hogy az ember agya megáll, hogy ez hogy jön ki a száján. Minden az elből, megből, elből, összeből, szétből, de a magyar nyelvünkkel mi lesz? Nincs másunk, mint a nyelvünk. Már minden nemzetközi. Erre vigyázni kell, hogy elrontottad, szóljunk neki vissza a rendeségével, hogy létezik ilyen szó. Az borzasztó ez a csúnya beszéd, nagyon-nagyon rosszul veszem. Na, ezt eldicsekszem. Ugye nekem nincsen jogosítványom, ezért állandó taxisom van, nem vele járok, egyébként Pesten a BKV tökéletes, de sokszor kell mennem vele. És a boltnál mondom, álljon meg egy perc, és jövök is vissza, valóban egy perc múlva ki is jöttem. Addigra ott állt egy jeep, a jeepbe ült egy nő. És kinn az ajtó, a nő mellett az ajtón kívül állt egy ilyen ekkora konyhaszekrényi zsíragyú. És az én taxisommal üvöltött olyan szavakat, hogy a festék lejött a kocsiról. Mondom, bocsásson meg, uram, egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Hát ez beült a kocsiba, elment. Mert ha elkezdek vele pattogni, akkor még csúnyában beszél. A másik, hogy a szakszavak használata, mit ért meg a másik? Nem lehet így fölé beszélni, mert mi nem értem, mit mondod. Hanem ez olyan szinten, hogy ő azt megértse. Gyereknek nincsenek meg a kompetenciái. Megint elhagyta az a kutya kölyök. Mehetünk megint feliratni az orvost. Mit ért meg a másik? Akkor vagyok én jó szakember, úgy tudom elmondani, az a szavakat ő meg is értse. És van még egy nyelvtanilag hibás beszéd, az olyan, mint a szájszag. Legalábbis nekem ilyen szögek jönnek bele a fülembe. Hogy beszélnek? Hetente legalább egy neme volt, megcsapja a fülem onnan föntről. Meg ez, hogy én, mint képviselőként. Ez nekem így sok. Meg ez a léci-léci, köszike-puszika, igazándiból. Meg van egy új, az a per pillanatnyilag. Hát ez milyen aranyos. Szóval ölik a nyelvünket, meg a bam, meg a bam benne, az már tök egyforma. És hogy voltam az iskolába, azt még megbocsátja a fülem. Egyik politikuskánk, esze helyett a haja nőtt meg, azt mondja, mikor a tanárnő belép a tanteremben, hát akkor már kacagtam olybá. Egyébként legfájdalmasabb nekem az, hogy állítólag a magyar érettséginél 2 éve hallottam, hogy a helyesírásért nem járt levonás. Hát akkor mi? Na jó, nem dühöngök. Mi van, mert van még egy dühöngeni való. Ez a gyermeknevelés. Fölhívott egy nő, hogy gyereket hány éves korban kell elkezdeni nevelni. Hát mondtam, már késő. Mert most nem, az a divat most, hogy a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Na, ez teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt mondja, a cselédség honva. A felelős szülő pont azt adja át, hogy köszön gyerekem, ha belépsz, nem? A szülő nem csak megszüli, meg eltartja, hanem az életre fölkészíti azt a gyereket. Ez neki a szülői dolga, hogy köszön gyerekem, ha belépsz. Ettől még nem sérül meg, de egy olyan konvenció halma sajátít el, ami alapján befogadják. Mert ha ilyen vadóc módra, ilyen vadgombaként fölnől, belép egy új munkahelyre, jöttem. Kit vertek már föl megint? Ha belép tisztességesen, köszön, bemutatkozik, akkor befogadják, de helyes, és segítik, hogyha valóban olyan. Tehát a nevelés, na ez volt a másik szívfájdalom, de nincs időm rá, hogy mindet elmondjam. Még egy dolgot akarok, a telefonnál csak annyit, hogy ne a telefon mondja meg, hogy én ki vagyok. Én használom a mobilt, és ne a mobil használjon engem, hogy a mobil függőség. Hát nagyon gyakran előfordul, hogy engem fölhív valaki, és miközben beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. A WC-ből telefonálás népbetegség. El kell tudni szakadni tőle. Nem baj, ha nem veszem föl. Nem fölvenni kell, hanem visszahívni kell. Hát ülsz a fogorvosnál, és a főnököt hív. Nem lehet. Nem kell állandóan fölvenni azt a mobilt, hanem igenis visszahívni kell. Meg a másik, hogy annyira függőké váltak az emberek, hogy vacsoraasztalnál ül maga 2 gyerek, és mind a 4-en nyomogatják a bigyójukat. Hát ott beszélgetni kell, csókolom. Hát ennél szomorúbb kép kevés van a világon. A beszélgetés, az emberi kapcsolatnak van a legfontosabb értéke, ez ne menjen el. Ne vigye át a gép, hanem a személyes kapcsolat. Hát ezt már csak a szelfizésre hoztam, most minden őrült, mindenki szelfizik, már bot is van hozzá. Ez rendben van, de
Ez a tipikus, hogy ő szelfit csinál. De csókolom, hol? Ez a Taj Mahal, vagy a parlament, vagy a Kölni dóm, hol van? Tehát az pont nem látszik, ami miatt ő fel akarná tenni, hogy itt vagyok, de hol? Tehát ha már szelfi, akkor látszom, hogy én hol voltam, és ott csináljuk meg. És az utolsó gondolatom, ezt a múltkor biztos, hogy elmondtam, ezt mindig elmondom, nemrégen voltam egy tobákó konferencián dohányzás villantanáról beszélni, még ott is elmondtam, még mindenütt elmondom, az evés, amiről önmagában lehetne beszélni legalább 2 óra hosszát, mert hallottak, hogy láttad te már enni. És nagyon-nagyon hiba az, hogy ezt most ülve kell mutatnom, elnézést kérek, hogy ül, felteszi a villára a falatot, letámaszt a könyökével, és olajfúró toronyszerűen így hajlong a falat fölé. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt, fölrakom, fölé hajlok, de a könyökömet nem támasztom az asztalra. Ez a magyar ember soha nem evett így. Ha van egy fekete-fehér fotó, találtam a neten, Hokerlina 3 tányér, és a nagyapa meg a 2 unoka Sámlin ül mellette, és esznek fölé hajolva, de a könyöküket nem teszik az asztalra, ez a könyök lerakás honnan jött. Megörülök tőle. Szerintem ez a hamburgerből jött. Nem tudom, ezt elmeséltem a múltkor, ez a hamburger. Egy cég hívott föl, hogy a Molkuta pár éve volt, hogy a Molkutaknál hamburgert fognak árulni, kézi, kézműves hamburgert, és egy reklámfilmet csinálnak, hogy 2 videótonos focista eszi a hamburgert, én megmondjam, hogy hogy kell azt tenni. De nem ettem még mindig, ezt nem lehet szépen ennek, az a neve, hogy gyors étel. Ezt be kell nyomni. Maximum 2 vágni, de azt már megint nyomni be, így kell lenni. Szóval azt inkább nem. Na jó, ennyi, nem igazán fér túl sok minden bele, egyelőre ennyi. Verbális ajándék, aki a múltkor hallotta, most újra megkapja, mert megint nagyon boldog voltam itt. Mikor mondják nekem, hogy Ibolyád, a te korodban, hogy bírod már ezt? Na, látnátok, hogy mennyi energiát, mennyi szeretetet kapok én a szemekből? Hát ez... így föltölt, úgyhogy ezt akarom megköszönni. Ez egy a szokásos Márai Sándor mondásom, nem mindenütt mondom el, csak ahol megérdemlik, hogy a formákról mit mondott. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás, kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te jár csak továbbra is zakóban, este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást.